közel 22 év után, hogy egy olyan országban élek, egy olyan társadalomban, amelyik kolonizál még a mai napig is. Harcoltam Ausztráliában a magyarságért, a magyar létért, a magyar nyelvért tanárként, és egyszer csak rádöbbenek, hogy ami történt több, mondanám ezer évvel ezelőtt itt a Kárpát-medencébe, az a szemem láttára mai napig is történik Ausztráliában. Én meg vidáman élem, idézőjelben téve az életemet ott köztük, a kolonizálók között. Hát ez körülbelül 3 hetes sokkot hozott ki rajtam, utána pedig azt az elhatározást, hogy most már, ha már a sors így hozta, hogy Ausztráliába kötöttem ki, 2 népcsoportért, ugye az előbb azt mondtam, hogy egy magyar nem népcsoport, de nem van, most mégis így használom, a magyar népért, a magyar szellemért, a magyar értékekért harcolok, és ugyanakkor, ugyanúgy párhuzammal az ausztrál benszülötteknek a kultúrájáért, a nyelvükért és a létükért. Nagyon érdekes feladat, mert ebből kifolyólag kerültem olyan helyzetbe, hogy össze tudok hasonlítani bizonyos dolgokat a magyar kultúrában, a magyar hitvilágban és a benszülöttek hitvilágában, illetve még kimondom, hogy még bizonyos nyelvi hasonlóságokat is találtam. Na de vissza a barlanghoz, mert ugye először arról szeretnék beszélni. És miért szeretnék erről beszélni? Először is, mert az Ágnessel itt találtunk egy közös pontot, és ahogy most itt ültem és hallgattam az Ágnest, rábentem valamire, amit igazából még ma délután 5 órakor se értettem, hogy mi a köze a két barlangjának egymáshoz. Hát ehhez nekem rajzolnom kell, úgyhogy elnézést, én ilyen tradicionális személy vagyok, aki jó napot kívánok, ott köszön mindenkinek, és ezen kívül pedig a komputerrel nincs jóban. Tehát, lerajzolnám Ausztráliát, persze rajzolni nem tudok, tehát csak úgy körvonalakban rajzolok. Itt tudom én, van egy ilyen, mondjuk ez Ausztrália. Képzeljük el, hogy itt van Dél-Kelet-Ázsia. Mondjuk egy kicsit lejjebb kell tudom rajzolnom, mindegy. Mondjuk legyen itt az egyenlítő. Észak-Amerika, Dél-Amerika. Hát ez körülbelül így néz ki az én rajz tehetségem. Én itt élek Dél-Ausztráliában, Dél-Adelaide-ben, és körülbelül a barlang, amiről beszélek, úgy hívják, hogy Cunalda barlang, az körülbelül itt helyezkedik el, ami még Dél-Ausztráliához tartozik. Ez azt jelenti, hogy ez a távolság kb. 1000 km, és tudom, hogy nagyon sokan arra várnak, hogy az úgynevezett Uluru, ezen lehet vitatkozni, hogy együtt arról beszéljek, hát az, arról majd később fogok, de hogy tudják, hogy az hol van körülbelül, mit tudom én legyen itt. Tehát Adelaide-től 1000 km-re és től a bizonyos Ulurutól szintén 1000 km-re van ez a bizonyos barlang. Miért érdekes ez a barlang? Ez a barlang azért érdekes, mert körülbelül egy időben Mauritiánussal, ahogy számogattam, talán pár év különbséggel felfedezte, illetve megtalálta a körülményeket, nem tudom még, mert azért másfél hónap alatt nem tudtam túl sok dokumentációt összegyűjteni, de van, tehát bizonyítható, amit mondok. Megtalálta egy úgynevezett dr. Gallus Sándor, akit egyébként Alexander Gallusnak mondanak Ausztráliában, ezt a barlangot. Mit kell tudni Gallus Sándorról? Hát én azt mondom, hogy adjuk meg a tiszteletet neki is. Ő a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt az egyik vezető régésze 1945-ig, hogyha jól emlékszem, és ezekben az években többet magával, nem csak ő, elég sok régész elhagyta Magyarországot, és körülbelül 1949-re érkezett Ausztráliába. Na most, aki megpróbálta külföldön már az életet, nem csak Gallus Sándor, hanem beleértem jó magamat is, az tudja, hogy hiába van 3 diplomája, vagy 2, vagy 1, vagy fél, teljesen mindegy, nagyon nagy szerencsének kell lenni, hogy rögtön a saját állásában, a saját munkakörébe állást találjon. Hát Gallus Sándor is ebbe a helyzetbe került, pedig mire ő elment, addigra ő már itt Európában, Magyarországon
hírnevet szerzett magának a bizonyos kutatásairól. Tehát ő is képesítés nélküli munkákat végzett, mindaddig, amíg egyszer csak a Canberrai Régésztársaság meg nem alakult. Általában Ausztráliában az ilyen alakulások azok úgy szoktak menni, hogy fizetés nélkül mennek, tehát tényleg mindenki csak szívből, lélekből van ott. Na hát ez is így történt, és Galus Sándor lett ennek a vezetője. Lényeg az, hogy elkerült a Kunalda barlanghoz, ahol a hölgy, akinek az előadását hallgattam, eddig már azért nyíltak a szemeim, hogy magyar, és őt, igen, a hölgy úgy beszélt róla, hogy szegény, akit nem értettek meg abban az időben és az ő korában. Hát ez már rögtön nagyon nem megtetszett nekem, hanem felvetett az érdeklődésemet, mert ugye ilyenről már hallottunk. Galus Sándor, mikor lement a barlangba, akkor nem egymaga ment, hanem vitt magával, amiről egyébként az ausztráliai hivatalos személyek sem tudnak, de én megtaláltam, csak megkérdezzék az illető nevét, mert azt el is felejtettem, de dokumentálva van. Egy másik magyar társával ment a barlangba, ez a másik magyar társa pedig rajzoló volt, és dokumentálta a rajzokkal azt, amit láttak, és amit egyelőre, nem hiszem, hogy sokan tudnak, hogy mit láttak. Ez a hölgy, miközben beszélt, szerencsémre két képet mutatott. Az egyik kép az arról szólt, hogy a barlangnak tehát a barlang több rétegű itt kezdődik, nem beszélt róla, hogy hány rétegű, képzelje mindenki hozzá, amit akar, én is. Én hétig mentem el, tehát lehetett a gondolkodni, hogy hol van a vége. Lényeg az, hogy a mészkő a fal, és a következő rajzolatot, hát én így hívom, hogy rajzolat, ők átnak hívják, aztán mindjárt kiderül, hogy mi az, mint hogyha három új, de hosszú falsor képzeljenek el, három ujjal húzogatnának a puha mészkőbe jeleket. Hát ezzel még annyira nem tudtam mit kezdeni, csak azt a kérdést mertem feltenni a régészasszonynak. Igen, ez az, pontosan, csak hát ez egy óriási fal kiterjedésben kell elképzelni. Állítólag ebben van geometria, néha körkörös jelek, tehát itt sok minden van, de én megkérdeztem a hölgyet, hogy nem lehet, hogy ez egy írás fajta, illetve közlésmond, script angolul. A hölgy elmosolyogta magát, szemével bólintott és folytatta tovább az előadását. Na, innentől kezdve nagyon érdekes a dolog. A következő kép pedig, arról sajnos nem kaptam képet, nem tudtam megszerezni, hát alig várom, mert nem várom annyira, hogy visszamenjek, de mondjuk ebből a szempontból alig várom, hogy visszamenjek, és a múzeumba eljussak, mert a múzeumnak van egy külön, nem tárgati része, hanem raktár része, Galus Sándor dolgainak a részé.